Nagy szeretettel köszöntöm a Másképp minden kedves nézőjét. Egy ember életében vannak fontos dolgok, egy gyermekszületés, egy házassági évforduló, avagy egy különleges esemény. Ebből az apropóból igyekszünk ide a színházhoz egy olyan emberrel csinálni egy interjút, akit biztosan nevezhetünk igazi nagyvadnak, hogy itt képzeletesen éljek. Kossuth díjas művész, Jászai Mari díjas művész, illetve vallja, hogy gyakorlatilag a munkája egyben a hobbija. És egyet mindenképp mond, hogy a színház mindenféle lehet, de hogy unalmas nem, az biztos. Hát, hogy milyen lesz a beszélgetés, egyet ígérhetek önöknek, hogy unalmas nem lesz, Balázs Péterhez megyünk. Nem bírod már elviselni azt, amiben vagy. Én, mint egy rossz cipőből ringasd el magad. Nem akarod tudni már, hogy ki voltál tegnap. Hogy a tegnapokkal ringasd el magad. Ringasd el magad. Ringasd el magad. Ha senki nincs ki, elringasson. Ringasd el magad. Ó! Én sem vagyok víztorony, tudod? Gyerünk, mert muszáj. Igazgató, jövök vissza. Jó napot! Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Csókolom! Szabad? Igen! Ahó! Szia, hőszínésznő! Rendben van minden? Megkaptad az új ruhádat? Nem tudom, még remélem kapok. Csókolom! Szia! Rendben van minden? Jó vagyunk, jó. Igen. Tegnap hallom, hogy egy kicsit fárasztó volt. Fárasztó, hosszú, majd, egy főpróba hét, de hát igen. Hangunk már. Jó, van, most nézem, csak körbe megyünk, jó? Jó reggelt kívánok az összes barátomnak. Szia! Várjál, ezt leveszem, már múltban összetörték. Szevasz. Szia, szia. Szevasz. Szevasz. Szevasztok, jó reggelt. Van probléma? Milyen kicsi se? Az úgy nem jó, egy kicsi probléma legyen, azt meg lehet oldani. Hát az a lényeg, hogy meg lehessen oldani ezeket a dolgokat. Igen. Közben szerelünk igazgatónak. Az helyes. De most 11-kor el tudjuk kezdeni? Színészek rendben vannak? Megérkeztek azok a részek, amelyek hiányoztak? Jó. Hang, fény. Jó van, én egy nagy plajbásszal jövök és fölírom. Még átnézek a fiúkhoz. Hát szóval a színházat fel kell újítani. A színház felújítása, amióta én itt vagyok, 2007 óta. Csak azért véletlenül jöttünk erre, ott állandóan csöpögött. Már akkor, pedig akkor még csak 15 éve volt felújítva. Hát akkor mindig megcsináltattuk, de ez lehet kevés. Fantasztikus közönségünk van. Fantasztikus színészgárda dolgozik itt, vagy társulatom van, ha szabad ezt akkor így mondani. Én... Úgyhogy ez nagyon jó, hogy így van, de azért én úgy érzem, hogy a jövő, most a jelen is már, de a jövő az, hogy ezt úgy felújítani, hogy legalább újból 25 évig egy olyan standard minőségben tudjon itt munka folyni, amikor mi már ide csak mint vendégek jövünk. Szia Timikém! Vannak itten művészek? Szia! Na most meg lesz a fehér smokingot? Van. Most már van. Jó. Van. Megkaptam mindent, intézkedtem is. Köszönöm. Na jó. Nézem most, jó? Jó. Úgyhogy hát, nem kell jónak szóval lenni, de... Persze, hát ahogy csak szoktuk. Ahogy szoktuk. Csak úgy, ahogy... Minden oké? Hát az oké. Barabás Bot, itt van, aki az országban nem ismeri. Jó van. Rendező. Imádjuk. Majd meséljél. Jó, van, csak bekopogok mindenkihez. Szia, itt vagyok. Itt ki van? Ha-hó! Na, te gyerek ide, te nő. Olvasod a szerepedet? Nincs mit olvasd rajta, szevasz. Mit olvasd? Hát tudod azt már. Egy királyítás megnyitóra megyek délután, és Balzac monológ, illetve egy novella részletet olvasok.
A kiállítás? Aha, miről szól a kiállítás? Még nem tudom. Ja, nem ez minden, az de én passzol jó. hozzá. Jó van akkor. Vagy majd úgy mondom, hogy passzoljon jó, hozzá. Jó, nézem a próbát mostan, jó? Csókolak. Szia, Tévi. Szia! Szia, édesem. Hát, csókolom. Hát itt vagyok. Na tessék. Így hát, engem ne vegyetek, hát, ez illúzió romboló. Hát az, majd, igen, de az az igazság, hogy így sokszor szebb vagy, mint mikor idős szerepeket. Jó, hát itt annál igen, nem? De azért ezek a tekercsek a fejemben. Na ja, hát mi még, nem, mi még életünkben nem láttunk ilyet. Nem tudjuk, mi ez? Ez a izé alá, paróka alá. Tényleg? Tényleg? Ja. Na, hát, nem láttál meglepetés, soha. Itt vagyunk az emeleten. Ott vannak a zsinórok, amelyek már minden időben, mindenhol kimentek a divatból. Ja, ez ment ki, mert ezt még szerintem a közönség nem láthatta, hogy ilyen magasan vagyunk, mert innen azért letekinteni, az imént ugye föltekintettünk. Hát ott voltunk az előbb. Így van. Ott lent. És ez a színpad hátsó része. Úgy van. Arra van a közönség. És ezek ezekről beszélünk, hogy ilyen kötelek vannak. És ez még emberi kéz húza vagy? Aha, emberi. Ez emberi kéz, tehát ez az a bizonyos elavult. Emberi erős kéz, és ez egész oda fölmegy. És van ilyen szakma, ugye, hogy zsinór padlásos szakma, vagy hogy is hívják? Zsinóros, úgyhogy zsinóros. Zsinóros. Ugye pénteken van a bemutató, amit premiernek hívnak, de már csütörtökön, mert annyi nézőnk van, hála Istennek, hogy a csütörtöki főpróbát már egy bérletes előadásként mutatjuk be. Tehát csütörtökön egy teljes, komplet előadás. Szerdán pedig arra rászorultaknak tartunk egy felvonást, akár idősebb embereknek, akár akik nem jutnak mondjuk ahhoz, hogy könnyedén színházba menjenek, vagy nehézségeket okoznak nekik. Az egy ingyenes előadás, vagy hát egy ilyen kedvezményes előadás, nem is ingyenes, kedvezményes. Kedden, már még nem nézik, tehát kedden este is, délelőtt is, hétfőn este, az ma van, meg délelőtt is, most megnézem a délelőttit, és akkor ahhoz hozzá lehet szólni. És utána az igaz, illetve a rendező úrral leülve, hogy azért ezt... De ez egészen a gyere már a mű... Éppen itt van a kis József, a művészeti vezetőnk. Igen, mi általában egy darab elkészülés, egy darab elkészül végéig. Hát mész vagy? De nem csak így lejöttem. Ja. Hát várjál csak, nem menj. Azt akarod, hogy magasabb legyen. Így két és, évek. És a darab elkészüléséig, hát a darab bemutatását megelőzően a dramaturgiai munka. Azt megelőzi azt, hogy mire vágyik a közönség, milyen színészeid vannak, abban milyen szerepek vannak, jó lesz-e az ő pályáján tovább, mond-e ez valamit, mert ez hosszú történet, ezek történnek már most, egy-két évre előre. És akkor, mikor összetesszük az illetékes évadot, a szereposztások történnek, hogy ki játsza, kik legyenek a vendégek, kik nem. És akkor, mikor elkezdődnek a próbák, akkor a próbák olvasó próbájától, akár a Józsi, akár én, ezt figyelemmel kísérjük végig. Nem azt mondom, hogy minden próbán ott ülünk zavarva a szegény színészeket, meg a rendezőt, aki már így csinálja, hogy nem tessék mindig nézni, apuka, már milyen játszunk, de azért folyamattal. És ahogy jön a premier következik, egyre inkább ezt megnézzünk egy felvonást, azt megnézzük a másikat, vagy ahogy van, aztán egybe, és akkor ahhoz én hozzá szoktam szólni, azt igénylik az én színészeim, hogy mert... Instrukció? Igen, meg hogy a véleményem ez, szerintem így, vagy úgy, vagy amúgy, és ezt a rendező rendszerint megfogadja, ha nem fogadja meg, az ő baj. Nem, az ő baja. Yeah.
főpróba után megtekintés volt. Hogy érzed magad, igazgató úr? Hát ilyenkor mindig egy kicsit, hogy is mondjam, csak kavarog az emberben az élmény, mit látott, és mit gondolt el róla, és mit valósítottak meg, és mi van még benne, és természetesen ilyenkor még sok van benne, és hogy a legfontosabbnak azt érzem, mert magam is színész vagyok, hogy ilyenkor azt a kritika, ami megfogalmazódik, az nehogy elvegye a kedvét a művészeknek, mert ugye hát akkor elszomorodnak nagyon, mert mindenki szereti, hogy jó legyen, de azért ismervén magunkat és egymást tudjuk, hogy még nem érett meg. Tehát ez mint a jó már bor. Egy kicsit, az is, de most én is mondtam, egy kicsit blaszém hasonlat, de hát a gyermek is ugye az édesanyja a szíve alatt kihordja, és annak van egy optimális ideje, és hát ne adj Isten hamarabb, akkor az még, de nem akarok ezt túl patetikus egy kicsit. Nem, de túl súlyos összehasonlítás, mert ez egy színdarab, de igen. Azért szokták, hogy megszülik azt a színdarabot, szokták ezt mondani, szoktuk így. Itt viszont 6 bérletes bemutatónk van, meg bérleten kívüli plusz bemutató. Igen, így van, úgyhogy itt is azért 10-12 darab lehet, hát csak nem játszik mindenki mindenben. Igazgató úr, a te életedben melyik volt az a legdurvább évad, amikor színház, film, és a filmről még nem is beszéltünk, szinkronról, mert pláne nem beszéltünk. Hát, ha most melyik volt, hosszú évtizedeken keresztül volt ez. Fölkerültem Pestre Veszprémből, és akkor nem is lassan, gyorsan beindult a televízió, meg a film is, ugye hát... Hát bocsáss meg, fölkerültél, a Várgonyi kinézett igen. Magadnak, igen. Lehet így mondani? Hát magának, igen. Hát, hogy a vízből. Kinézett magának, igen. Úgy így volt, és akkor hát belecsöppentem ebbe a reggeltől, talán az egy kicsit reggeltől estig való munkába, talán egy kicsikét néha a szememre is vetik, hogy milyen energikusan megyek, mondom, hogy nem fáradt, nem vagy fáradt. Nem, mert mindenki olyan, amilyennek megszokta. Tehát, hogyha az ember egy sportoló is, hogyha reggel kell, új azt csinálja és folyamatosan csinál, akkor terhelhető. Hogyha egy színész, ugye reggel fölkeltem, akkor még nem volt autóm, akkor autóbusszal elmentem a szinkronba, akkor ott 9:30 szinkronizáltam, az másfél óra volt, akkor utána valakivel vagy egy másik busszal 10-re beértem a színházba, akkor ott elkezdődtek a próbák, ilyen mint ez, akkor annak 2-kor vége volt, fölültem egy 39-es autóbuszra, bementem a televízióba, akkor ott voltam este 6 óráig, akkor már mondtuk, hogy már át kéne menni előadás. A színházba, mert előadásra, és akkor előadás után vagy vissza a tévébe hajnalig, vagy volt más, vagy. És ha nem játszottam, nem volt este előadásom, akkor hasonlóképpen, de este elmentünk ugye, önálló estre, vagy páros estre, és így beutaztam az egész országot, nagyon sokat léptem fel. Ez mindig kérdez. Valahogy nagyon, nagyon pici konyhánk volt, és ott leültem egy kicsit, és olvastam, de igazából nem kellett tanulni a szerepeket, az a próbák folyamán belement a fejbe. Hát elolvastam, természetesen volt egy bizonyos fajta rögzítő képessége, kialakul aztán az embernek, meg pláne a televíziós szövegeket úgy tanulja az ember, vagy én úgy tanultam, meg a filmgyárnál, hogy helyben, és azt el is felejtettem. Mert nem kötődtek annyira a különböző mozgásokhoz. Ott megcsináltuk így, ez elkérte egy rendező, vagy amit gondoltam, és aztán elfelejtettem. Úgyhogy van most is, a feleségem mondja, hogy nézd, ez mikor volt? És mondtam, nem is emlékszem rá, mert nem emlékszem rá, hogy ez volt egyáltalán. De a színházi szerepeimre, hogy emlékszem, mert mondjuk azokat próbáltuk, és azokat azért másfél, ottan több lehetőség volt arra a próba hosszát. Mert ha itten 2 hónapig próbálnánk, akkor nem tudnánk bemutatni ennyi előadást. És kicsi a társulat is, de remek, és hát ez így alakult ki.
így alakult ki, és hát aki ezt a ritmust fölveszi, az előre megy. Aki nem, aki elmarad, aki nem, az meg egy kicsit lemarad. Egyszer kérdezték tőled, hogy mi a hobbid, és erre azt mondtad, ha jól tudom, hogy hát a hobbim a munkám. Jó. Valóban azért kikapcsolódni mivel szoktál? Hát sok minden, sok minden. Ugye adódott most már az utolsó években, hogy a drága unokáim ugye már felcseperednek, legalábbis az idősebbjei, mert nem tudom, hogy a kedves néző tudja ezt, hogy a fiamtól 4 darab fiú unokám van, és a legnagyobbik az már 4. általános iskolába jár, és most ment elsőbe a 3., már mondom, a második a orgona sípok, az meg óvodába, nem szeret járni, nagyon gyötri anyja, szívét gyötri, már vigyél haza. De hát mindent ugye azt lassan meg kell szokni, mert hát az a szeretetteljes családi légkör az továbbra is fönnmarad, de hát muszáj közösségbe menni, mert az határozza meg az embernek a jövőjét és az egész életét. Aztán végtelenül szeretek olvasni, akkor szeretek ilyen feleségemmel nagyokat, hát hogy mondjam, beszélgetünk mindent, azt hiszem a házasságunk azért is sikeredett ilyen hosszúra, igen. De nagy név lesz ez a idei év, mert hogyha jól tudom, és hogyha hinni, amit a madarak csiperegnek, 50 év boldog eltöltött házasságban, ez az év? Hát 2017, mert 67 december 22-én volt az esküvünk, a Szilágyi Dezső téri református templomban, igen, ahol én mint fiatal vőlegény jelentem meg, és a feleségem meg mint menyasszony, egészen rövid akkor az volt a divat, vagy esküvői ruhában, csodálatosan nézett ki, dacára annak, hogy nagyon hideg volt, mert református templomot nem is fűtötték, nagyon. És volt ennek története, bocsánat, hogy pont decemberben? Nekem is azt ajánlották, mert általában a nyáron szoktad az esküvőt lenni. Én azt hiszem, az volt az apropója, hogy nagyon szerettünk volna összeházasodni, de akkor én már színész voltam, és Veszprémben játszottam. Ott egy évben 10 magyar darabot mutatták be, mindegyikben benne volt, nem volt üres napom, nem tudom, 22-dél, akkor milyen napra esett, vagy ott, de egy. Lényeg, hogy szorított az idő ebből a szempontból, nem másból, mert a gyermekeim később jöttek. Nem ezért kellett sietni, hanem szerelemből. Mert én református vagyok, és a feleségem katolikus, és református templomban ugye házasodtunk össze, és most ezt megerősítendő egy katolikus templomban fogunk egy ilyen kedves Imre atyával, hát segítségével visszaemlékezni erre az 50 évre, és utána remélem, hogy iszunk egy jó pohár pezsgőt, és nevetünk egy nagyot. És utána még adomázunk azokkal. Meg utána mennyit mondtál? Én 50-et még utána. Sem azt hittem, hogy rosszul hallom. Azt követően. A színházban egyszerű, hogy visszakanyarodva, mert ugye hát az életed a nagy része ott történt, hogy egyszer azt nyilatkoztad, kedves Péter, hogy a színház mindegy, hogy milyen, csak ne legyen unalmas. Hát így van, az nem szabad unalmasnak lenni, mert akkor nincs értelme, hogy bemenjek, hogyha én azért megyek be ottan, hogy jaj, unatkozni máshol is tudok, vagy mindenhol. De kell ennek érdekébe tenni azért, mert az ember így gondolja ki. Akik csinálják, azoknak érdekelni kell, érdeklődniük kell a színdarab iránt, ambicionálni kell azt a foglalkozást, azt a szerepet, és mindig azt a szerepet, és a saját képességeit, tehetségét, amelynek jó színészségével megemelni azt a írói figurát, és azt a figurát eljátszani, amit az író megírt. Ilyenkor szeretném átölelni az egész világot is. Hát akkor rá! És magára. Gettu, kérem, összegyűri a ruhámat. Ja persze, a ruhája meg a haja mindig ez a kifogás. És különben is most
Fáj a fejem. A színház és a színházi előadások igazából a három pilléren nyugosznak, az egyik az író, a másik a színész, és a harmadik, aki ezt az egészet, mint a karmester a színpadra állítja, de a negyedik a közönség, hogy és mondhatnám őt elsőnek is, hogy mennyire tudja befogadni azt, ami a színpadon zajlik. Egy biztos, hogy itt kezdtünk, és beszéltünk róla, hogy az intenzív, szeretetteljes, tehetséges szerep átadás és megközelítés nélkül ez nem megy. Tehát úgy nem megy, hogy nem érdekes le. Előfordul ez, mert hát senki nem, mindenkinek vannak rossz hónapjai, vagy nem sikerült produkciói, és senki sem ment ettől. De a szándék mindig az kell, hogy legyen szerintem, hogy szeretnék megmutatni, szeretném ezt ennek az embernek feltárni, még egy ilyen kis buta operetben is, hogy érdemes legyen azt megnézni, hogy ne unatkozzon. Legnagyobb kitüntetése, és ez akár milyen közhelyesen is hangozik, vagy nem, az, hogy én engem megbíztak azzal, vagy felkértek, hogy legyek a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, és ezt a lehetőséget megragadva az is vagyok. Mert sok minden olyan dolgot tudtam megvalósítani, amit enélkül csak álmodni, vagy csak úgy szerettem volna. Hiába rendeztem, az egy alkalmi dolog. Hiába játszik az ember ezernyi szerepet, azok is nagyszerű dolgok, minden. De hogy egy egész színházat odáig vinni, hogy az egy sikeres, és a benne lévő emberek személy szerint is sikeres, és a boldogság felé ugye haladó emberek legyenek, hát ez az én legnagyobb kitüntetésem. Aztán, hogy ez milyen egyébként emblémával díjazzák, és ilyen, az sem mindegy, de természetesen ez több. Ez az, amiért hát érdemes lenni, meg a unokáim, meg a színészeim, meg az egész. Meg az egész. Az élet az oly, tudom olyan, szóval szűkre van szabva. És hogyha szűkre, ennyi az élet, nem, de ha már az elején az ember nem akarja tágítani, és hogy végigélni az életet, hogy minden szegmensét, a rosszat, ami nagyon sok, meg a hibákat, az is az. Csak egyszer betítnak a decemberben, csak egy fut a kis szépen az emberben, de ha elszívtad, életben már, azt sem tudod, hogy mit csinál. Míg a lóna nem szúrja a szárnyája, addig a szíved bánat a pálykája, s mint a született jó, Szóval remélem, hogy nem hazudtoltam meg önöket, az elején azt mondtam, hogy biztos, hogy nem lesz unalmas a beszélgetés, remélem, hogy egy kis kulisszatitkokba beavathattam önöket Balázs Péterrel, és így teszünk a jövőben is, akkor is várom önöket majd a másképpen.